Pécs egy nagy város, Magyarország 5. legnagyobb városa, 150 ezer lakosa van, és a város életében nagyon fontos szerepet játszik a távhő. A város, az önkormányzat egy nagyon fenntartható, hosszú távon kiszámítható megoldást keresett a távhőre, a díjakra. Egy megoldásként kínálkozott, hogy áttérjünk az eddigi gázról a biomasszára. Ez volt a fő motiváció. A pécsi erőmű egy fosszilis erőmű volt. Fűtötték már szénnel, fűtötték gázzal. Ennek a fűtőanyagnak a leváltásáról volt szó. Ennek a fűtőanyagnak a kiváltása faaprítékkal és szalmatüzeléssel volt lehetséges. Az egyik blokkunk az 50 megawattos faaprítékkel üzemel, a másik blokkunk a 35 megawattos pedig szalmával, illetve kukoricaszárral. Ezek kogenerációs erőművi blokkok, ez azt jelenti, hogy áramot is termelnek, és természetesen hőt is termelnek. Ők szolgáltatják a magyarországi megújuló elektromos energiatermelésnek mintegy 20%-át, és teljes mértékben fedezni képesek a távhőigényét a pécsi önkormányzatnak. 170 munkahelyet hoztunk létre azáltal, hogy helyben vásároljuk meg a szükséges biomasszát. Ami nagyon fontos, hogy 150 ezer tonna széndioxid kibocsátás kerülhető el ebben. Hozzájárulunk, hogy Pécs városában fenntartható legyen a távhő, és segítjük Magyarországot abban, hogy teljesítse vállalt kötelezettségeit a klímaváltozás elleni harcban. Ellátjuk Pécset, ellátjuk Magyarországot, ellátjuk a világot.